elsőrendű legkésőbb 2015. novemberétől egy olyan, legalább 8 tagból álló, összehangoltan működő bűnszervezetet hozott létre és irányított, amelynek tagjai 2015. november 2. felétől 2016. július 8. napjáig rendszeresen jelentős mennyiségű adózatlan cigarettát szereztek meg Ukrajnából. Az ügyész ismerteti a vádat a tárgyaláson, amelyre vezetőszárral kísérték be a vádlottak egy részét a fegyőrök. A jól felépített és összehangoltan működő bűnszervezetben minden tagnak megvolt a saját feladata. A telefonnal és adóvevővel felszerelt bandatagok a rendőrök mozgását figyelték és jelentették. Többen pedig a hátukra erősített csomagokban, gyalogosan a szárazföldön, vagy csónakokban a Tiszán átúsztatva csempészték át a dohányárut, Tiszakórodnál és Szatmárcsekénél magyar területre. A vádirat szerint a banda 2015. novemberétől 2016. júniusáig legalább 8 alkalommal, legkevesebb 53 ezer doboz cigarettát csempészett át a zöld határon. A bűncselekmények elkövetése során mindenkinek előre meghatározott pontos feladata volt, az utasítások kiadásában és a feladatok végrehajtásában aláfölé rendeltségi viszony volt. A szervezetben így a bűncselekmények elkövetésében résztvevő valamennyi elkövető ismeretlen értékben, de ellenszolgáltatást kapott a rábízott feladat ellátásáért általános használatból részesült. A korábban rendőrként dolgozó elsőrendű vádlott a tárgyaláson elmondta, nem érzi magát bűnösnek, és egyelőre nem akart vallomást tenni. A költségvetési csalás és orgazdaság büntettével vádolt vádlottakat egyenként hallgatta meg a bíróság. A büntető ügyben áprilisban több tárgyalási napot tartanak, ítéletet később hoz a nyíregyházi járásbíróság.